Sziasztok! Üdvözlünk titeket a legújabb videóba. Ezúttal a pozsárhorgásztóra látogattunk el. Egy meghívásnak teszünk eleget. Szerintem ezt vegyük újra. Újra. Sziasztok! Üdvözlünk titeket a legújabb videóba. Ezúttal a pozsárhorgásztóra látogattunk el. A hetes álláson foglalunk helyet, és egy improvizatív meghívás keretein belül horgászunk. Bábel Ákossal horgászunk együtt egy stégen. Vele beszéltünk össze, és mondta, hogy van mellette egy hely a stégen. Úgyhogy... Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én is sok szeretettel. Így azért most már komolyabb és jobb lesz a felvétel. Bábel Ákos biztosan sokan ismeritek, neki van egy YouTube csatornája, majd megpróbálom ide belinkelni, nem tudom, hogy leszek-e annyira profi, de Bábel Ákos, így kell rákeresni a YouTube-on. Ezután a videó után mindenképpen látogassatok el hozzá is, és nézzétek meg az ő videóit. Ő a Pure Fishing termékeit mutatja be, ilyen például a Prologic, a Dam, és még számos egyéb termékbemutatót láthattok majd a YouTube csatornáján. Úgyhogy mindenképpen tegyétek meg, látogassatok el oda, nézzétek meg, kommenteljetek, lájkoljatok neki is. Úgyhogy most erre a kis angolos tóra látogattunk el, itt vagyunk a hetes álláson, nagyon jó kis közeli pecákat lehet itt lefolytatni. Nem titok egyébként, hogy már az utolsó napon vesszük fel ezt a beköszönőt, úgyhogy tudjuk, hogy eléggé jó eredménnyel zártuk ezt a mostani kis pecát is, úgyhogy tartsatok velünk most is. Bárjátok, én még nem mondtam semmit. Bocsánat! Akkor innen vegyem át. Persze. Én is szeretném megköszönni Szandrának, illetve Zolinak, az Így Horgászunk mi YouTube csatorna alkotóinak, hogy elfogadták ezt az improvizatív meghívást, és egy ilyen tök jó kis hangulatú pecál keveredett ki ebből az egész találkozóból. Mi ugye egy másik platformon, a TikTokon ismerkedtünk meg, aminek egyébként a live-jaiba szemmel követhettetek bennünket. Folyamatosan mentünk élőkkel, halakról, illetve mi egymásról, úgyhogy minden is köszönöm nektek, fiúk, lányok, hogy elviseltetek, üdvözlöm a nézőiteket, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása. Így van, Bábel Ákost kövessétek be a TikTokon is, nagyon sokszor egyébként vagy a chat formájában, vagy videó keretein belül részt veszünk nála is egyébként, de inkább csak a chat falon vagyunk jelen, és bohóckodunk általában, úgyhogy... Van már te is velünk! Jó, tartsatok velünk most is! Próbáljuk kicsit kellemetlen helyzetbe hozni. Mit érzel? Hova kell néznem? Itt. Annyi minden van ezen az állványon. Mit érzek? Van az a mém, az internetes. Jót érzek. De mit érzel? Jót érzem. Jót érzel? Igen. Szóval nem érzek túl nagy halat a felszerelés végén. Azért már volt tapasztalat kisebbel és nagyobbal is, és azt gondolom, hogy az inkább a kisebb kategóriába tartozik. Egyébként nagyon sok szeretettel köszöntöm az Így Horgászunk mi YouTube csatorna nézőit. Innen Lajos Mizséről, a Pozsár horgásztóról, ahová is Zoliék elfogadták a meghívásomat, hogy horgászunk együtt egy jót, ha már ki van véve a szabadság. Hát igen, ez pont halászlébe való. Gyerünk, kincsem, szűrd meg! Jó. Azaz. Megvan, megkutya. Megvan. Csepereg az eső. Figyelj, kincsem, itt a YouTube.
Ott a TikTok. Igen. Zoli, innen veszi Szandrát. Gyerekek! Szandrát, úgyhogy meg van vallatva. Nagyon szépen hajlik a Commander. Ez... Látjuk, ha befogom a fókuszt rajta. Osszátok, nyomjátok a live-ot, like-ot, mindent. Üzzük. Szandrának megvan a zsereső hala. Meg kell lennie, olyan nincs, hogy nem lesz. Bólogassál szívem. Te is mondjad, igen? Jaj, de jó! Olyan, mintha esne a hó. Igen. Remélem összeszedem Ákost. Nagyon nem. Igen. Tedd alatt. Jó, oké. Ezt, ha én most megoldom... Meg fogod tudni oldani. Akkor nagyon nagy király vagyok. Még nem oldottam meg, mert most megy el. Hú! Tok! Nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Hú, nagyon csúnyákat tudnék mondani. Istokot fogod. Mit tettél fel, te fiú? Hogy tokja? Életem első tokja. Vágtam rá? Nem tudom. Nem. Nekintem mit szólsz? Fogtál egy tokot? Dinoszaurusz. Teljes mértékben fel vagyok háborodva és ki vagyok akadva. Istokusnál Szandra fürdik. És egyéb fogom. Isten, gyönyörű a bot. Tudom. Az az egy, ami tetszik meg, ahogy hallom a széket. Köszönöm. Miért nem hagyod őt fáradni? Ideg? Jó. Hogy még szenvedjük is vele? Ügyes voltál, Szandra, ettől függetlenül. Köszönöm szépen, csak nem szeretem a tokot. Nem vagy megelégedve a tokkal. TikTokkal. Ja, amúgy. TikTokkal. Okos. Hát... Nem számítottam tokra, mert nem akartam amúgy, de hát jó hal, örülök neki, de azért nem egy ponty. Jól állunk legalább egymásnak? Jó. Hát jó reggelt, srácok! Az éjszaka az nekünk nagyon csendesen telt. Egy darab kapásunk volt Szandrának a tokhala live-ba, úgyhogy most megiszom a reggeli kávét. Szandra már készíti ott hátul a sarokba a bundás kenyeret. Lefrissítjük a botokat. Picit módosítunk, most süllyedőbojlit fogunk felrakni pop-up-pal, mert csak egy szem wafterrel kezdtünk. Lefrissítjük a botokat, aztán picit többet is beszélek a taktikáról és a felszerelésről nektek. Reméljük, hogy azért tudunk valami eredményt még felmutatni, legalább itt a nap folyamán. Úgyhogy igen, kávé nélkül nincs élet, úgyhogy ezt megiszom, és húzom be a botokat. Szia, Ákos! Sziasztok! Mindig összezavarodok, hova kell nézni. Olyan kekerétek van. Üdvözlöm a Így Hurgászunk Mi YouTube csatorna nézői. Második napon vagyunk, gyakorlatilag Pozsár vendégház, vendégtől horgásztó Lajos Mizsén 7-es álláson vagyunk, és hát a reggeli frissítés után, és Szandra által készített nagyon finom bundás kenyér után egy enyhe kapásra lettem figyelmes. Mi szerint hal van a szerelék végén, de érzése nem lesz túl nagy. Biztos láttok majd róla a publikációt, vagy lehet, hogy megelőzi ezt, de Szandra egy gyönyörű, hatalmas 8,5 kilós tokot fogott, úgyhogy bevonzotta azt, amit nem szeretett volna. Hát egyelőre ezt tudtam neked nyilatkozni. Tegnap is elég jól ment az a halágy, ahova ma is húztuk Zolival a felszerelésemet. Segített behúzni Dariusszal. Úgyhogy mind a két botom most már egy ilyen mélyebb részt morgászok, ilyen 2 méter 2-ig lemegy a víz, az 1-6-1-7-ről, úgyhogy egy kicsit ilyen
mélyebb részt találtam. Nem biztos olyan rossz lesz egyébként. Nem az a menekülős, küzdős fajta. Hívás előtt vagyunk egyébként még. Ez nagyon látszik a halakon. Szerintem az erejükön is, illetve a viselkedésükön észrevehető. Kicsit bólungat egyébként, ebből gondolom, hogy nem lesz túl nagy. De örülünk minden halnak gyakorlatilag. A botom viszonylag rövid, bármint a horgászbotom. 2,70 m-essel vagyok jelen pillanatban ezen túrára. Ezzel készültem. Nem egy tipik partról fárasztós bot, de azért meg lehet vele boldogulni. Szép tükrös lesz. Olyan ötös forma környékére satszolnám így per pillanat, de majd a hitelesítés megmutatja. Nem egy küzdős forma, de egyébként az elmúlt 10 felettiek, amik jöttek, azok sem voltak olyan kifejezetten küzdősek. Ez ötös. Szerintem nagyon. Hát inkább meglepődő pozitívan. Szép. Megszűrtem. Aha. Zoli nagyon jó fej. Mindig segít kiemelni a halat Szandrának és nekem is. És hal kimélés érdekében ilyen mérlegelővel szoktuk kiengedni. Egyrészt mélyen vagyunk, másrészt, hogy a merítővel ne okozzunk a halban sérülést. Ez nekem egy picit idegen, de alkalmazni fogom, már sokkal jobb valóban. Picit macerás beletenni, főleg ilyen mélységbe, de biztonságosan. Na, hát én mondjuk ilyen nagy 5 kilós még nem én volt. Én se, amúgy. Köszönöm szépen. Partra segíthetted ezt a gyönyörű 5 kiló körüli. Nagyon jó élmény volt az 5 kiló környéki. Jó, hát egy kicsit, egyébként nem lesz szerintem nagy, tudjátok, nem. A tegnapi is nagyobbnak nézett ki, igen. Mint 13 kiló, és végül is 13 lett belőle. Ezt már tippelgettünk ilyen 18 környékét, tehát igazából kicsit megvannak most pocakosodva a halak, de ez súlyban annyira nem jelentkezik. Ilyesmi forma ez az 5 kilós, amire én gondoltam. Persze majd mindjárt megmérlegeljük, és akkor látni fogjuk. Aha, ez egész pontosan egy olyan 5 kilós, hogy pont 8-al több, mint 5. Ez egy 13,2 kg-os hal. Ezt nem hiszem el. Hát Szandrának volt egy rontott kapása, úgyhogy úgy döntöttem, hogy lecserélem az ő előkéjét egy mikroszakállas horogra, ez pedig a Gordának a Crank X horga, ez mikroszakállas, 6-os méretben fogom ezt alkalmazni, és egy lágy bevonatos előkére kötöttem, és most ebben az esetben nem dériget, hanem egy eléggé különleges, vagy legalábbis ritkán látható és ritkán alkalmazott csalizási módot fogok nektek bemutatni. Ugye a Szandra nem szereti a stoppereket, úgyhogy egy olyan előkét, vagy egy olyan csalizást találtam ki, vagy találtam számára, ahol végül is ugyanúgy néz ki az előke, mint egy klasszikus előke, de mégse úgy fogjuk megcsalizni, hanem mutatom, hogy hogy. Szóval eddig minden ugyanúgy néz ki, mint alapesetben, de most nem a stopperhez nyúlunk, hanem a csali sejmünkhez. És a csali sejmünket fogjuk átfűzni ezen a fülön. Ez azért jó, mert a csali sejem hosszával bármilyen hosszú bármilyen nagyméretű csalit rá tudunk rakni, és itt van ez a gyöngy, ezzel tudjuk a felső holdpontot leütköztetni, és bármekkora, akár ekkora csalit is fel tudunk rakni, nyilván akkor egy kicsit hosszabbra kell kötni, egy jobban elálljon. Áthúzzuk. Teljesen végighúztuk a csaliseimet, felső ütközönk stimmel, vágjuk.
és leégetjük. Így a Sandra is tud cselizni, mert nem stoppert használunk, tudjuk variálni, hogy 20-as le, azért egy bizonyos tűrés határon belül el tudunk mozogni vele, tehát hogy 15-20-24-es gulyókat még simán fel tudunk rárakni, és szerintem műkörömmel is könnyen cselizható. Láthatjátok, ahogy Ákos a saját csatornájára forgat. Sandra természetesen nagyon ügyesen igyekszik neki is segíteni. Remélem, hogy mindent jól csinál. Tanításaim szerint fog eljárni. És jó felvételeket készít Ákosnak is. Úgyhogy kövessétek be Bábel Ákos csatornáját is a YouTube-on. Hát srácok, úgy tűnik, hogy megvan nekem is az első halam, de ezért rettenetesen pici hal lesz, még az is lehet, hogy kárász lesz. Hát megvan az első halam nekem is, srácok, azért nagyobbra számítottam, de aki a kicsit nem becsüli, nagyot nem érdem. Hát srácok, ezt a gyönyörű szép fekete pontyot sikerült fogni, hogyha féderbotra érkezett volna, akkor nagyobb lenne az eremem, hogy ezt a szép pontyot fogtam. De egyébként bojlival is nagyon nehéz lenne ilyen pici pontyot fogni, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. Na srácok, szerencsére elsült a piros partmenti botom is. Itt nagyon óvatosnak kell lenni, mert vannak akadók, meg hínár, kőrakás is van itt a part szélén. Úgyhogy nagyon szeretném kiforgatni a nyílt vízre a kalacskát. Ő sem lesz kapitális példány, de ő már szerencsére azért nagyobbnak érzem. Aztán lehet, hogy beégek. Szurkoljatok nekem, hínár csomó. Szurkolok nagyon. Én is csúriba vagyok. Mit érzed voltál? Oké, jó. Köszönöm, egy elég volt. Megsépül szóval az. Lehet, hogy egy picit nagyobb lesz, mint az előző. Ezek szerint jó taktikának tűnt a part széle, a kövezés mellé betenni? Én mondtam, én itt nem látok semmit, de lerakom. Igen. Ezért dicsérem mindig ezt a botot. Nagyon is vagy. Jó hall ez ott. Jó. Jó, meg is. Innen oda, onnan ide. Ne. Majd visszahúzod. Dobog a szélben a szélzsák. Most nem akarok széttorogodni a fel. Nyugodtan. De elég menőn benne vagy így, ahogy lobog a szélzsákod. Nagyon kiárt már Zoliéknak a hal egyébként. Nagyon szurkoltam nekik, hogy összejöjjön. Én nagyon várom a fejleményeket. És most nem láttam. Még úgy igaziból én sem, csak a farka. Kis farka. Nagyon szép burványokat teker. Jó erőben vannak pedig. Olyan könnyen indult a fárasztás, még a hínál mezőt is kikerülte. Engedelmes volt. Közben eső is elerett. Na feljött a srácok, ezt a szép pontyot sikerült most fogni, igaz nem olyan nagy, de jól küzdött, nagyon jó élmény volt a fárasztása, jó nagy pocakja van, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült megfogni, és kezd sikerülni már kapásokat kicsikarni, úgyhogy reméljük ez a tendencia, és az egyensúly fejlődni fog nálam. Ne engedjük is vissza. Na, srácok, picit szeretnék az általunk választott taktikáról beszélni, hogy mi három bottal vagyunk itt a hetes álláson,
Ez úgy néz ki, hogy ott van egy sziget, ott, és mi a három bottal a sziget és a part közti részt próbáljuk meg teljes egészében úgymond elzárni, vagy lefedni. Nekem a piros botom, az egész itt van kint, pont egyébként ide, egész pontosan, egy kis ötöpésre. A középsőt ezt ilyen középtávra helyeztem el, és a Sandra botját pedig váltogatom, vagy a nátfalra húzom egészen ki, vagy egy picit beljebb húzom, és ott rakom le. Ott olyan 1,90-es víz van, és ahogy megyünk kifele a nátsziget felé, úgy egyre sekélyebb. Cselikat azt váltogatom, nekem mindenféle fönt van, tehát próbálgatom a szénhidrátos vonalat is, próbálgatom a fehérjéset is. Fehérjéset nagyon rágja a törpe, viszont a szénhidrát meg még nem működik úgy, ahogy kéne. Napokkal egyébként az ívás előtt vagyunk, mert minden hal folyatja ki magából a tejet. Mind a három végszereléken dérig van, ugye Sandrának kötöttem egy másik előkét, neki most ez a fajta előke van, ez végül is mondható klasszikus előkének, annyi, hogy a csavizás más, ugye, mert csavisejemmel van. Nekem mind a két boton délig van, én maradtam a jól bevártnál, most lesz egy ilyen esti live, és reméljük, hogy ott lesz kapás, be tudjuk mutatni a kapást. Ákos TikTokon fog live-ozni, mi pedig a YouTube-on, úgyhogy ez egy ilyen közös live lesz. Reméljük, hogy jól fog sikerülni, egyébként majd ide berakom a linkjét, nézzétek vissza nyugodtan. És egy tok. Nem is kicsi. Ez nem az lesz. Hát? Ez az a nagy tok. Ne őrítsetek meg, gyerekek. Hát srácok, úgy néz ki, hogy egy gyenge ejtős kapás volt. Megint itt a szélső partmenti botnál. Elkezdtem a fárasztást, és egy hatalmas tok hal ugrott ki a vízből. Most én még nem tudom, hogy azzal van a dolgom. Azzal van egy tokkal. Mert olyan nagyon erősen nem húz. Közben mutatom, Zoli. De ez az a nagy top. Ez a nagy top. Már most láttam a falat. Kincsem. Szerintem le is ültetek. Harcérte. Nagy top lesz, azt mondja a Zoli. Nagyon kíváncsiak vagyunk, ez mit jelent. Igyekszünk szórakoztatni. Viszi. Most megmutathatja, mit tud a kis... A kis Commander bot? Kis Commander. 81-en nézik Zoli az attrakciódat. Nagyon örülök. Kicsit remeg a lábam. Nem kell. De lámpalázas vagyok mindig. Nekem Prolo Komorov 3 méter megmutatott. Igen, az jó is. Ezt mivel merítsük meg? Hát én honnan tudjam, szerelmem? Mert azt nem tudom én sem. Hát mindjárt megoldjuk. Úristen, így, hogy látom, hallod? Mindjárt megáll a szíved, mi? Spotlight-ban tudjátok. Gyere, oda nézz! A hírek azt a rohan. Nagyon durva. Úristen! Nem vettem fel titeket. A cipő! Mi is víz? Szeretnél egy ilyen? Nem, abba? Ez nem lesz. Gyilali lemegy és segít neked, képzeld. Olyan cuki. Nagyon nézfogok, az a baj, hogy már láttam, hogy ez egy óriási tokhal. Én ugye titkon reméltem, hogy
hogy beakad nekem egy tok. Milyen csalira jött? Én nem tudom, mert nem én fogtam az olyanát. Elmondja, vagy majd el tudom mondani? Igen, igen, igen. Elmondom természetesen. Ez a Solution nevezetű boilira jött. Az ízesítést, megmondom őszintén, ez a rákribizli? Szerintem nem, az. Rákribizli az íze ennek a golyónak. Ez egy fehérjés golyó. Ilyen a dammos figura, nem? Vagy valami ilyesmi? Zoli küzd vele. Pörgeti a szimbalót. Lali már bent a vízbe. És egyebek, tehát nagyon-nagyon várjuk. Utáni. Hát szóhoz nem jutok kincsem. De megpróbáljuk beleterelni nagyon szakszerűen a mérlegelőbe, és azzal kiszedni, hát ha összejön, de nem egyszerű egyébként, mert hatalmas teste van, nem fog beleférni a merítőbe. Üdvözlöm mind a 300-at, és minket néznek, és akkor most hamarabb lejön az ügyetek, hogy gyere arrébb nyugodtan kincsem, húzd bele. Hoppá. Jó, köszönöm neki. Megvan? Az igen. Yes! Ez az! Várjál, fog, menj! Innen szaladjál! Menjél, fuss, segíts! Esd bele te is a vízbe! Úristen! Úristen! Már mindjárt kapjuk is a víz után pótlást. Az az enyém, basszus! Kamera, vedd Zolit, jó? Megpróbálom megemelni. Köszönöm szépen, és a merítést is, szakszerű merítést is nagyon szépen köszönöm. Hogy vízi, kapott egy pofont, meg is érdemled. Fú, gyerek, ez brutális. Kérsz rá egy kis vizet? Örülök, ha meg fogom tudni emelni. Közben Szandrának is elfüstölt a botja, és persze ő is fáraszt. Tudjátok, mindig elveszi a Rivalda fényt előlem. A farkát fogjad, jó? Csapkodni fog. Az jó! Fogjad, jó erős. Aha. Jó? Én meg az erősség. Ez csúszik. Hát, igen. Fogom! Hát, srácok, ezt egy gyönyörű szép tokhalat sikerült fogni. És így ketten már meg tudjuk fogni. Egyedül kevés voltam hozzá, mint mackó sajtban a brumogás. Mindjárt megmérjük. Hihetetlen boldog vagyok, hogy egy ilyen szép tokhalat sikerült fognom. Titkon reméltem, de nagyon örülök, hogy sikerült is. De ha pofán van... Kaptam egy pofont! Mondtam, hogy erősen fog. Fogjad, kincsem! Fogom. Helyek vannak rajta. Nézzetek ide! Súlyba. 21 plusz! Várjá, 22! Várjá, még ez... Jó! Nem van a súly. 22-8! 22-8, Úristen! 22-8! 22-8-as gyönyörű szép tokhalat, aminek a visszaengedését most láthatják. Ez lehet, hogy el fog tartani egy ideig, hiszen, mint tudjátok, azért a tokhal visszaengedés az igen időigényes dolog, úgyhogy Zoli egy kicsit megúsztatja. Nem én fogtam, nem én. Én csak asszisztálok. Nézd már. Azt érzed, menne? Én is úgy látom. Ő egy állat. Ha azt érzed, akkor el kell engedni. De ha bármi kételjed van, akkor tartsak még egy picit. Gyönyörű. Adsz még egy kiemelést neki? Hagyd lássák így utoljára. Nézzük meg még együtt. Nem. Hát most már elment. Gratulálunk. Mindjárt lebontja a téged. Ja, igen. Várjon a hozzáér a lábat. Az. Azt mondja, hogy... Nincs 10. Nem baj. Nincs 10, 9,6-9,7 környéken. Nem baj, most már felé. Szia!
Nagyon köszi, hogy jöttél, végre kaptál egy pontot is. Jó reggelt. Jó reggelt. Mit érzel? Az, hogy a Minx szólt időbe, nem keltem fel és elvitte. Nem is értem ki, de Ákos segített. Gyorsabb volt. És így. Egy küzdősebb halat érzek, de kis pici. Kis aranyos, látod? Jó reggelt. Hát, úgy is emlészett dolgok. Ez az, megvan. Nézd a jó oldalát, nem hajnali háromkor. Igen. Kifakadó esőbe. Igen. Igen. Na hát srácok, a tegnapi live-ban megígértem, hogy bemutatom, hogy miért értünk át, mi az inline olmokra. Ezt pedig úgy tudom bemutatni, hogy a mi végszerelékünket és egy vidkóros szereléket kihoztam. Ez egy klippes szerelék, erre ráakasztom most ezt a fajta olmot. Szakszerűen. Kb. Egyébként, ezt nem mondom, hogy milliméterre, de körülbelül ugyanez az előkehossz. Ez egy kicsit rövidebb. És megmutatom. Ugye mi etetőhajóval húzunk be, tehát az olmunk bármilyen pozícióba beérkezhet a medelfenékre. És ugye, mikor a csalit felszívja a hal, és elkezdi emelni, akkor nagyon nem mindegy, hogy az ólomnak a súly, vagy tömeg középpontja, mikor fog a hal szájába beakasztani, vagy megtapasztani a horgot. Ezt ugye ezeknek a típusú ólmoknak itt alul van a tömeg középpontja, és hogyha elkezdi emelni a hal, akkor ez körülbelül itt kezd el belemenni az ujjamba, míg egy inline ólomnál itt van az ólomnak a tömeg középpontja, és inline szereléknél már itt nem is tudom tovább emelni, mert már úgy fáj az ujjam. És azt gondolom, hogy ez azért jelentős, és itt még mindig nem emeltem fel az olmot, itt viszont már elég komolyan emelem. Tehát nagyjából azt tudom mondani, hogy nem tudom, látszik-e a felvételen, de körülbelül ennyi a különbség. Egy klippes és egy valamint nem elhanyagolható. Ez, hogy ez lehet még több is, mert hogyha ebben a pozícióban áll meg esetleg az olmunk, akkor ugye a halnak még emelnie kell, és úgy még több lesz az a távolság, még akaszt. Most egy különböző típusú olmokkal is megmutatom. Ez ugye egy kör alakú, ez egy sima grippa olom, de ezzel is ugyanaz lesz a móka. Ezt az olmot sem. Itt még semmi súly nincs rajta, csak az olmat billettetem. A súly az körülbelül itt jön meg. Még ennél a típusú szereléknél a súly már itt megvan. Nem látjátok az ujjam, de itt már. Szóval ez itt elég sok centi. És én szeretek minél biztosabban a parton lenni. Vannak a középkonzolos olmok, azokkal pedig az a probléma, hogy nem feltétlenül fekteti ki tökéletesen az előkénket. Úgyhogy én ezért értem át, vagy mi ezért értünk át az inline olmok használatára. Gól! Hát nem életem hala lesz, ez biztos. De lehet. Hoppá! Milyen gyenge kapás.
Meghalok. Kiugrottok. Ilyen a világon nincs. Hát, srácok. Megint sikerült egy szép tokot akasztani. Én szeretem a tokokat. De nagyon gyenge kapása volt, azt hittem, hogy egy kis hal lesz, mert beejtett, húzogattam a szatolt. Most pedig vissza se tudom fordítani. Szeretem az ujjammal is egyébként adagolni a féket. Sokkal jobban érzem. Nézzétek a botot, meguggolok. Nagyon szeretem ezt a botot, nagyon szépen tud dolgozni. Na most talán mintha. Ez egy jó játék lesz most is. Csak azért guggoltam le, hogy lássátok teljes egészébe a botot is. Csak akkor nem tudom venni a kis hangodat, úgyhogy ne beszélj. De, lesz hang. Jó. Nem nagyon tudok vele mit kezdeni, nagyon tartja a távolságot. Higgyétek el, hogy jó meg van húzva a fék. Ha megint kifogsz egy 20 felett itt, megőrülök. Pedig gyanús. És pont a reggeli behúzásnál mondtam egyébként Ákosnak, hogy innen középről nem jön semmi. Vagy itt a inkább beljebb, a Nátsziget széle Szandrának működik, vagy nekem a piros, a fal széle működik. Közép-középről még nem is volt kapás. Erre. Vannak minden a pár szélébe akadó kőrakás. Úgyhogy kezd meleg lenni a fite. Másik botod is. Azonban most átjöttem. Izgulsz? Izgulok, mert szép lesz. Ez egy szép top lesz Ákos. Jó napot! Be kell mennem a vízbe? Még nem láttam, csak mikor kiugrott. Jelentkezzek be live-ba, szeretnél? Tőlem bemehetsz, nyugodtan. Mekkora lesz kb. Én mondom, még nem láttam, de ilyen 10. Akkora. Mekkora ez? 10. Tudom, hogy elég tág, de 10 és 20 között. Ákos indít egy TikTok live-ot. Ugye Bábel Ákos megtalálhatjátok a TikTokon is, meg YouTube-on is nagyon jó termékbemutatókat szokott tartani a Pure Fishing termékeiből, például a Prologic és a Dam. Úgyhogy a YouTube-ra is látogassatok el. Látszik a dínó? Igen. Felfeküdt. Kérem. Hát tudom a botot. Nem kell. Srácok, ezt a gyönyörű szép tokhalat sikerült így a túránk végén még kifárasztani.
mindjárt megmérjük, vagy megpróbáljuk megmérni, de hát azért 10 kiló felett lesz, abba biztos vagyok. 13 fél, csak szegény nagyon. 13 fél, de remek pedig. Mindjárt segítünk neki egy picit tehermentesítjük. Az fixen 13 fél, 13 6, 13 7. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mostani kis videónk. Nem is biztos, hogy olyan kis videó lesz, szerintem jó sok perces lesz. Reméljük, hogy izgalmas tartalmat tudtunk nektek most is gyártani. Mi nagyon-nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon szépen szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy ilyen improvizatív mód együtt tudtunk horgászni Ákossal. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szép halakat fogtunk. Ákos is nagyon szép halakat fogott, azért 7 halból 4 darab 10 pluszost fogott. Ő is nagyon jót horgászott, és nagyon ügyes a fiú, úgyhogy kövessétek be őt is TikTokon, mindenféleképpen ott szokott live-ozni, valamint a Pure Fishing termékeit szokta bemutatni YouTube csatornáján. Bábel Ákos, ezt majd szerintem a leírásba is berakom, meg ugyanúgy oda még egyszer kirakom. Ne felejtsétek el, ha végeztetek ezzel a videóval, akkor Bábel Ákoshoz át, és nézzétek meg az ő tartalmait is. Erről a horgászatról is készül nála is egy videó. Úgyhogy érdemes lesz azt is megnézni, mindenféleképpen kommenteljetek nála is, lájkoljatok, iratkozzatok fel hozzá is, természetesen ez igaz ránk is, minden kommentet nagyon-nagyon szívesen fogadunk, úgyhogy... Szót kérek! Mielőtt a varázsszó kimenne. Én is nagyon szépen köszönöm azt, hogy elfogadtátok ezt a kis közös pecát velem, és... hogy ezt a pár napot így együtt tudtuk tölteni érdemben. Úgy gondolom, jó kis kapcsolat kerekedett ki ebből, illetve nagyon szuper horgászaton vagyunk túl. Mint ahogy azt a Zoli elmondta, nálam is majd lehet látni egy-két videót, illetve bevágást ezekről az élménypecákról a YouTube csatornámon, illetve Zoliéknál is a TikTokon, tehát oda is feliratkozhattok a TikTok csatornájukról, ott is vannak ilyen szösszenetek belőle. Szóval még egyszer köszönöm Szandrának a nagyon sok segítséget a kamerázásba, illetve a kommentelésekbe és minden egyébben, amit itt lefolytatott a háttérben nekünk, és a nagyon finom bundás kenyeret. Isteni volt. És Zolinak is az etetőhajót, illetve a szakmai és egyéb segítségeket, amiket nyújtottunk itt egymásnak, vagy nyújtottak nekem itt a pecába. Egy öröm volt veletek, és várom a folytatást. Mi is nagyon várjuk, köszönjük szépen. Úgyhogy mielőtt még jönne a varázsszó, lájkoljatok, kommenteljetek nálunk is, Ákosnál is, valamint tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!